Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az európai közösség különböző fórumairól tudósít. Én Movesz Tibor vagyok. Mai témánk a Soros Magyar Elnökség. Kezdjük azzal a kérdéssel, ami nyár elején kapott nagy figyelmet, lesz-e egyáltalán magyar elnökség? Van esély, lehetőség arra, hogy bárki megakadályozza ezt? Azért lesz magyar elnökség, mert azok, akik a magyar elnökséget támadják, tehát hogy egyáltalán Magyarország alkalmas-e arra az adott helyzetben, adott körülmények között, hogy egy Európai Uniós elnökséget vigyen. Ezek az erők, bár vannak olyan érveik, amik megfontolandó érveik, de már túl késő van ehhez részben. Másrészt pedig nincs meg az a politikai akarat, sem a tanács, sem a bizottság részéről, hogy megkérdőjelezzék itt Magyarország Európai Uniós elnökségét. Rengeteg problémát vetne fel. Mostani helyzetben, amikor mindenki így igazából arra törekszik, hogy egyszerűsítse a dolgokat és ne bonyolítsa tovább, törést okozhatna az egész Európai Unió munkájában, hiszen egy trió elnökség azért jó elnökség, mert három elnökség együtt működik, jelen esetben a spanyol, a belga és a magyar, már évekkel ezelőtt megkezdi a közös munkát, közös programot állít össze. Mindezt valahol úgy kellene eltörölni, hogy az nyilvánvalóan visszahatna az Európai Uniónak is a működésére, még akkor is, ha tudjuk azt, hogy Magyarország elnöksége kicsit olyan bénakacsa időszakra esik. Arra az időszakra, amikor az európai parlamenti választások lebonyolódtak, és az új intézmények fölállítása folyik. Új parlament fog összeállni, jelentős rész kicserélődhet az állománya, ki tudja, milyen politikai erőviszonyok alakulnak ki. Ennek az Európai Parlamentnek kell majd az új Európai Bizottságot is, a biztosokat meghallgatni és aztán jóvá hagyni. Ráadásul az Európai Tanács elnökének a személye is változni fog. Azt kell, hogy mondjam tulajdonképpen, hogy minden változhat pont abban a fél évben, amikor Magyarország lesz az Európai Unió autójának a volánjánál. Ehhez képest akkoriban nem is lesz nagyon annyira feltétlenül jogalkotás, ami a mindenkori elnökségeknek a legfontosabb feladata. Tehát én úgy gondolom, hogy sem politikailag, sem időben nem reális azt feltételezni, hogy Magyarországnak nem lesz elnökség. Egy évre vagyunk, innen már azért elég nehéz lenne bárkinek is beugrania mondjuk Magyarország helyére. Ráadásul azt is érdemes hozzátenni, hogy Magyarország után egy sajátos helyzet áll elő, pont Lengyelország jön a másik jogállami fekete bárány, és ezért az Európai Parlamentben vannak olyan képviselők, akik úgy gondolják, hogy ezt a két elnökséget kellene valahogy leváltani, és egy más módszerrel behelyettesíteni. Visszatérve a kérdésedre, vannak egyébként eszközök arra, hogy eszközök lennének arra, hogy hogyan lehetne ezt a problémát enyhíteni, vagy esetleg, ha nem is azt mondom, hogy Magyarországot megakadályozni, de mondjuk Magyarországnak az elnökségét egy későbbi időpontra halasztani. Elvileg van lehetőség és jogi lehetőség van rá, viszont a realitások azt mondják, hogy nem fog sor kerülni. Azért azt említsük meg, hogy a Soros magyar elnökség időpontja az 2024. júliusától az év végéig, december végéig tartana. Említetted, hogy ez egy olyan időszak lesz, amikor még formálódni fog a bizottság, formálódni fog az Európai Parlament a választások után. Milyen feladatok, milyen programok állnak a magyar elnökség előtt? Mire lehet számítani ezen kívül még? Ugye az elnökségnek a legfontosabb feladata mindig az, hogy egyfajta semleges döntnökként az Európai Uniós jogalkotást előre vigye. A tanácson belül, ahol 27 tagállam ül, előkészítse a dossziékat, napirendet, ő határozza meg, és megpróbálja a közös álláspontok elérését különböző jogszabályügyekben, amelyeket aztán utána később az estek nagy részében ütköztetnek az Európai Parlamenttel, és ebből lesz végül a jogszabály. Tehát nagyon fontos szerepe van, egyre kevésbé politikai szerepe van egyébként egy elnökségnek, inkább technikai és jogalkotási szerepe van, de ez nem elhanyagolandó. Ami Magyarországra vár, ahogy említettem, hogy bizonyos szempontból a trió elnökségnek ez lesz a legkevésbé sűrű pontja, a magyar elnökség.
A spanyol elnökség, amelyik most kezdődött, és ez a trió elnökségnek az első féléves elnöksége, erre az elnökségre egy hihetetlen nagy feladat vár, szó szerint, mert hogy nekik kell a következő, ebben a fél évben, amikor előttünk áll, egy rengeteg jogszabályt kellene nekik megoldani, kipipálniuk a tanáccsal együtt. Ide tartozik a migráció, a gazdasági reformok kérdése, és még sorolhatnám, rengeteg kérdés van, ami még pillanatilag függőben van. Azért is van erre szükség, mert a következő belga elnökség az már egy belépő lesz, átmeneti időszak lesz az Európai Uniós választások elé. Körülbelül érdemben márciusig fog tartani a belga elnökség, még hogyha formailag június végéig is, hiszen utána már mindenki elmegy kampányolni, akkor már lesz igazából jogalkotási tevékenység. És erre jön a magyar elnökség, amely majd bele fog lépni egy bizonyos helyzetbe. Azt nem mondom, hogy munka nélkül lesz, mert azért biztos, hogy nem lesz munka nélkül, de valószínűleg a magyar elnökségnél a jogalkotási tevékenység kevésbé lesz szignifikáns, mint mások esetében. Ennek ellenére, és ezzel együtt természetesen lesznek ott érdekes pontok is, a magyar elnökség fél évében is elvileg jogállami kérdések napirenden lehetnek a tanács ülésén, és ez dolgok pillanatnyi állása szerint Magyarország fogja majd eldönteni. Erre mondja azt az Európai Parlament, hogy itt összeférhetetlenség van, és valahogy a spanyoloknak és a belgáknak kéne delegálni azt a feladatot, hogy mikor jogállami kérdések kerülnek napirendre, hiszen Magyarország esetében számos ok miatt ugye megkérdőjelezik Magyarország semlegessége, összeférhetetlenség kérdése, benne van ebbe a pakliba. Tehát, hogy ebben az esetben esetleg adja át Magyarország az elnöklés jogát ennek a két másik trió partnernek. Nem zárom ki teljesen, hogy valami fajta erőfeszítés történik majd ennek érdekében, különös tekintettel arra, hogy az Európai Parlament képviselők bár jelezték azt, hogy ők valamilyen módon, akár saját hatáskörben, akár azzal is kifejezhetik nem tetésüket majd, hogy korlátozni fogják a magyar elnöksége való együttműködést. Mikor ezt mondom, akkor azért ezt persze idézőjelbe kell tennem, tekintettel arra, hogy ezt még a régi Európai Parlament mondja, az pedig, hogy az új Európai Parlament mit fog mondani, az egy más kérdés, már is az a választásoknak lesz a következménye. Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!